becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. Letette esküjét Appelszofer Ágnes Torna polgármestere a képviselőtestület alakuló ülésén. A Fidesz-KDNP-s városvezető azt mondta, továbbra is arra törekszik munkája során, hogy a várost előre vigye, és együttműködjön a képviselőtestület többi tagjával. Az önkormányzati választás eredményeként ugyanis a testületben a Fidesz-KDNP-nek 6, a Tolna Városért Egyesületnek 5 képviselője foglal helyet. Utóbbi szervezet tagjaként került a testületbe, mások mellett Rubics László és Ambrus Anett is. 2006 óta vagyok gyakorlatilag a képviselőtestület tagja, és 2 ciklusban alpolgármesterként dolgoztam, polgármester úr dr. Sümegi Zoltán mellett, és ez a második ciklus, hogy polgármesteré választottak a tolnai választópolgárok. Ez nyilván egy ilyen euforikus siker, és egy hatalmas öröm, amikor megválasztják az embert, és amikor a választások eredményét megtudja. Aztán nagyon büszke is lehet arra, azt gondolom, mindenki, akár polgármester, akár képviselővé választották. Aztán a kétség, hogy jól fogom-e az elkövetkezendő 5 évben ezt a bizalmat szolgálni, és megérdemlem-e azt a választói bizalmat, amit a szavazók irántam szavaztak. Most semmi más nem szeretnék, csak azt, hogy a város azon az úton menjen tovább, amire 2006-ban ráléptünk. Mint ahogy a beszédemben is mondtam, a város gazdálkodása átlátható és stabil, és most már évtizedek óta tudunk azon gondolkodni, mi az, amit fejlesztünk a városban. Ugyan tényleg fantasztikus álmok valósultak meg az elmúlt 5 évben. Értem ez alatt a Dunapartot, az iskolákat, az óvodákat, az uszodát, és még egy csomó más mindent, de ez a ciklus lezárult. Nyilván örülünk annak, hogy ez meg tudott valósulni, de most új álmok kellenek és új tervek kellenek. A megválasztott polgármester tervei között szerepel a már futó pályázatok megvalósítása, mint a játszóház és a kerékpárút építése, valamint a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, az utak és a járdák felújítása, a közlekedés átszervezése. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehézségek vannak a közlekedési infrastruktúra és a csapadékvíz elvezetése kapcsán, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár erre külön pályázati forrás egyelőre nincs, és nem is tudok arról, hogy a jövőben erre lenne, de meg kell találni azt a forrást, amiben, hogyha lépésről lépésre is, de az utak és a járdák állapotán javítani tudunk, vagy esetleg a forgalom, illetve magának a közlekedésnek az átszervezésével, hogy tudnánk egy kicsit könnyebbé tenni ezeken az utakon való közlekedést. És a csapadékelvezetés is hatalmas probléma, de itt a lakossággal együtt kell működnünk, hiszen sok esetben a lakosok temették be az árkokat, építettek parkolót szilárd burkolattal a házuk előtt, ami miatt nem tud a csapadékvíz megfelelően elfolyni. Tehát én azt gondolom, hogy itt is meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amik akár a tulajdonos önkormányzat, akár az ott élő lakos javát szolgálja. Viták bizonyára lesznek, legyenek is, hiszen azok viszik elő a dolgokat. Én nem félek egyébként ezektől a csatáktól, csak az érdemi munkától veszi el az energiát, és én azt remélem, és nagyon bízom is abban, hogy minden képviselővel a továbbiakban is kizárólag Tolna és Mös fejlődésért fogunk tudni együtt dolgozni. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat A település fejlődésének előmozdítása érdekében Lelkiismeretesen teljesítem A tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. A testület alpolgármestert is választott Berta Zoltán személyében, aki eddig külsős alpolgármesterként főként városüzemeltetési és gazdasági kérdésekben segítette Appelszofer Ágnes munkáját. Izgalmas heteket, napokat éltünk át, választás előtt, választás közben és után. Mindenféleképpen felemelő érzés, hogy újból felkért polgármester asszony Tolna város alpolgármester,
polgármesterének, és a képviselőtestület az 5 évvel ezelőttihez hasonlóan idén is bizalmat szavazott nekem. Túl ezen ugye 5 évvel ezelőtt külsős alpolgármester voltam, viszont most képviselőjelöltként indultam, és az 5-ös választókerületben Tolnán nyertem is, tehát most már képviselői mandátummal rendelkező alpolgármester vagyok, ami külön felelősség, de nagyon megtisztelő számomra, hogy közvetlen módon már a választók is bizalmat szavaztak nekem, mint képviselőnek, illetve a megválasztott képviselőtestület pedig alpolgármesternek. Úgyhogy felemelő, izgalmas, de érzem a felelősséget, hogy az elkövetkezendő 5 évben nagy az elvárás velünk szemben. Az elmúlt 5 év megkezdett munkája az egy jó irány, amit felkérést kaptam és végeztem a városban. Ugye nem titok, hogy elsősorban a város üzemeltetési feladatok tartoztak hozzám és fognak a jövőben is, illetve a város gazdasági dolgaiban, kérdéseiben is rám támaszkodott polgármester asszony. Szeretném ezt a munkát folytatni, minél teljesebb munkát végezni, hiszen mondjuk a város üzemeltetése, azok a mindennapi feladatok, hogy gyakorlatilag a város valamennyi közel 12 ezer lakója nap mint nap érez. Kilépő az utcára, járható-e a járda, tiszták-e az utcák, lehet-e közlekedni a városba, és lehetne sorolni azokat a mindennapi dolgokat, amik körülvesznek bennünket, mi a mi környezetünk, amit mi alakítunk, egyébként nem titok, hogy olyan környezetben élünk, amilyet teremtünk magunknak. Ez igaz az önkormányzati munkára is, de igaz tágabb értelemben is a városban élőkre vonatkoztatva. Ezt a munkát szeretném folytatni, illetve erősíteni, hogy teremtsünk magunknak szebb környezetet, még szebb környezetet, mert szerintem azért jó úton halad a város e tekintetben. Másik oldalról, amit említettem, gazdasági kérdésekben is támaszkodik rám a polgármester asszony, az egy nagyon nagy eredmény, hogy Tolna város költségvetése az elmúlt években stabilizálódott, a városnak nincs hiánya, nincs eladósodottság, tehát egy kiszámítható, jól tervezett és jól működő költségvetés mentén gazdálkodik a település. Nyilván nem lehet más a cél, mint az elkövetkezendő időszakban is ezt fenntartani, és ugyanezzel a fegyelmezett precizitással működtetni a várost. És ami hozzá kell, hogy tegyek, hogy ugye esküszövegünkben is benne van, hogy a város a település fejlesztésére tesszük le az eskünket, mint képviselők. Nagyon fontos, hogy továbbfejlődjünk. Az elmúlt 5 évben számos beruházás megvalósult a városunkban. Bízunk benne, hogy ezt tudjuk folytatni, de nagyon fontos az, hogy ne csak a beruházások készüljenek el, hanem ezeket meg tudjuk tölteni tartalommal. Tudjuk ezeket működtetni, tudjuk ezeket belakni, és az itt élőkkel, sportszervezetekkel, civil szervezetekkel, helyi lakosokkal, hiszen ezek azért készülnek, hogy bennünket szolgáljanak, és ez lesz a fő kihívás, hogy hogyan tudjuk tartalommal megtölteni majd. Az alakuló ülésen a képviselőket is beiktatták, és megkapták megbízó levelüket. Gratulálok, további jó munkát kívánok! A testület megalakította szakbizottságait is. A gazdasági bizottság elnöke Guld Csaba, a jogi bizottság elnöke Balogh Zoltán, a humán bizottság elnöke Baksainé Kenesei Éva lett.